Megkönnyítik a határátlépést, júniustól várható Ukrajna vízummentessége. Csak azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiknek új biometrikus útlevelük van. Ítélet született, felmentették a hivatali vesztegetés büntette alól Újfehértó korábbi polgármesterét. Ösztöndíja népszerűsítésre, a hiány szakmákban tanulók akár 30 ezer forintot is kaphatnak havonta. Ez év júniusától várható Ukrajna vízummentessége. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vízummentességről az ungvári főkonzul nyilatkozott szerkesztőségünknek. Azt viszont kevesen tudják, hogy csak azok élhetnek majd ezzel a lehetőséggel, akiknek új biometrikus útlevelük van. Egyébként növekszik a vízumot igénylők száma az ungvári főkonzulátuson, míg 2015-ben mintegy 50 ezer, addig tavaly már 52 ezer ilyen okmányt adtak ki. Átlagos délelőtt az ungvári főkonzulátus ügyfélterében, itt mindenki vízumot igényel. Az okmányhoz új lenyomatot vesznek és elektronikus fotót is készítenek. Itt a tavalyi évben nőtt a vízumkérelmezők száma. 2015-től foglaltam egy állomáshelyemet. 2015-ben megközelítőleg 50 ezer vízumot adtunk ki éves szinten. 2016-ban ezt a számot sikerült már októberben teljesítenünk, úgyhogy gyakorlatilag pontos részekkel 52 ezer fölötti vízumszámot adtunk ki 2016-ban. Az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága március elején döntő többséggel szavazta meg az ukrán állampolgárok vízummentes beutazásáról szóló jelentést. A vízummentes beutazás hatályba lépése júniusra várható. Ukrajna gyakorlatilag ugye teljesített minden olyan feltételt, amivel a vízummentességet meg tudjuk adni a részükre. Ugye azt el kell mondanom, hogy Magyarország részéről töretlen módon támogattuk Ukrajna vízummentességi törekvéseit, hisz szomszédos országként mindenképpen támogattuk Ukrajnát, hogy akkor nem lehet elmenni amellett a helyzet mellett, ami most Ukrajnában kezd kialakulni, és ezt egyértelművé tettük ukrán barátaink számára is egyébként, hogy nem tudjuk azt elfogadni egyébként, hogy bármilyen módon sérüljenek a kisebbség jogai Ukrajnában, ami ugye ellentétes minden európai joggal is. Én azt gondolom, hogy most ugye van már egy olyan publikus dátum, június 11-e, ezt követően várhatóan Ukrajna vízummentességet fog kapni. A vízummentességgel azonban csak azok élhetnek majd, akiknek új biometrikus útlevelük van. Ukrajnában az állampolgárok körülbelül 40%-ának van ilyen útlevele. A főkonzul hozzátette, a vízummentességgel megnőhet a határforgalom a két ország között, amihez infrastruktúrális beruházások szükségesek, amelyek megkönnyítik az átlépést. A fejlesztések már elindultak, ilyen például a Beregsurány-Asztély határátkelő bővítése, de a tervek között szerepel egy új Tiszahíd építése, valamint új utak kialakítása. A főkonzullal készített hosszabb interjúnkat ma esti 35 perc című műsorunkban nézhetik meg. Felmentették a hivatali vesztegetés büntette alól Újfehértó korábbi polgármesterét. Az ügyet kedden és ma is tárgyalta a nyíregyházi törvényszék. A vád szerint Tóth András abban állapodott meg egy helyi KFT ügyvezetőjével, hogy amennyiben a polgármester családi házánál ingyen végez el különböző munkálatokat, akkor az ő cége nyer meg két pályázatot. 3 éves nyomozás befejezését követően 2014 nyarán elhatározott vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, és folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletkezelés büntette miatt Tóth András elsőrendű vádlottakkal szemben. Az ügyész ismerteti a büntető ügy előzményeit keddi perbeszédében. Az ügyészség vádirata szerint Tóth András Újfehértó volt polgármestere és korábbi országgyűlési képviselő 2008-ban az önkormányzat képviseletében pályázatot nyújtott be a helyi temető rekonstrukciójára és egy futballpálya építésére. A vád szerint a polgármester a munkákra csak meghívásos közbeszerzési eljárást hirdetett, amit a másodrendű vádlott által vezetett cég nyert el, azzal a feltétellel, hogy a vállalkozó a polgármester épülőházánál ingyen végez el különböző munkálatokat, mintegy 1,5 millió forint értékben. Az elsőrendű vádlott védője a tárgyaláson nem fogadta el azt az ügyészi vádat, miszerint a polgármester előre kitervelte volna házának ilyen módon történő felépítését. Ez nem bizonyíték. Nincs rá semmiféle bizonyíték, hogy védencem ez,
kitervelte. A munkába egy asztalost is bevontak, aki nehezményezte az általa vélt korrupciót, ezért egy faház gerendái közé egy nejlonzacskóba helyezve beépítette a Kelet-Magyarország egyik számának részletét, valamint egy kézzel írt feljegyzést. A nyomozás során ezeket a központi nyomozó főügyészség a tanú vallomása alapján megtalálta és bűnjelként lefoglalta. Ezek alapján emeltek vádat a polgármester és a cégvezető ellen. Tóth András vádlottat az ellene emelt hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, BTK 294 szakasz 1 bekezdés, 2 bekezdés apont, és a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette, BTK 376 szakasz 1 bekezdés, 4 bekezdés apont, vádja alól felmenti. Másodrendű vádlottat az ellene emelt hivatali vesztegetés büntette, BTK 293 szakasz 1 bekezdés, és a bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette, BTK 376 szakasz 1 bekezdés, valamint 4 bekezdés apontja vádja alól felmenti. A felmentő ítélet indoklásában a bíróság kifejtette, a tanács nem látta bizonyítottnak a vesztegetés és a hűtlen kezelés elkövetését. A vádhatóság nem tudott igazán erős, közvetlen terhelő bizonyítékokat felmutatni a vádlottak ellen. Az asztalos elrejtett kapszulája ellentmondásos volt, és inkább gyengítette, mint erősítette a vádat. Az ítéletet a vádlottak és védőik tudomásul vették, az ügyész büntetés kiszabásáért nyújtott be fellebbezést, így a per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Jelentősen növekedett a hiányszakmákban tanuló diákok száma, ez főleg az ösztöndíjrendszernek köszönhető, jelentette ki Erdei Gábor, egyetemi adjunktus. A debreceni egyetem oktatója ezt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal legutóbbi kutatására hivatkozva közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság ülésén. A diákok tanulmányi átlag alapján akár 30 ezer forintot is kaphatnak havonta. Ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. A tagok itt fogadták el a 2018-2019-es tanévre vonatkozó javaslatot, amely a későbbiekben a minisztériumhoz kerül majd. Ebben egy körültekintő kutató munka után a hiány szakmák listáját állították össze a szakemberek. Amikor ezeket a javaslatokat kidolgozzuk, akkor nagyon sok adatot, információt veszünk figyelembe. Munkaügyi központnak az adatait, a demográfiai változásokat, a megyében várható fejlesztéseket, különböző szövetségeknek a javaslatait, ajánlatait, és a kamara minden évben végez a vállalkozók körében egy széleskörű felmérést, hogy melyek azok a szakképesítések, amelyre az elkövetkezendő időszakban szükségük lesz, és ezekben szeretnék, hogyha beiskolázások történnének. A bizottság a szokott módon 25 hiány szakképesítést jelölt meg, főleg műszaki területen, ilyen többek között a hegesztő, a gépi forgácsoló és az ács. A javaslat kialakításánál az is fontos, hogy az agráriumhoz kapcsolódó szakmákat is kijelöljenek, illetve olyanokat, amelyek kifejezetten a lányoknak kedvez, például a varrónő. A hiány szakmákban tanulók az iparkamarával egy szerződést is kötnek, így a szervezet segít nekik a gyakorlati oktatás lebonyolításában és az ösztöndíjrendszerbe is bekerülnek. A megyében ez jelenleg 3000 középiskolást érint. A diákok tanulmányi átlag alapján havi minimum 10, maximum 30 ezer forintot kaphatnak tanulmányaik során. Többek között ezért is lehet egyre népszerűbb a hiány szakmák választása. Ez a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal legutóbbi kutatásából derül ki. Az iskolák számára, a felmérésünkben részvő iskolák esetében a hiány szakmás képzések megvalósítása az egyik legfontosabb szakmai tevékenységük. Hozzáteszem, a 900 megszólított iskola közül azoktól 186 intézménytől kaptunk választ, akik érdekeltek egyébként a hiány szakmás képzésben. Tehát nem tudjuk, hogy a 80%, aki nem válaszolt, az egyébként nem is folytat hiány szakmás képzést, vagy pedig egyébként nem küldött információt. A hiány szakma, mint fogalom, illetve az ösztöndíjrendszer már 10 éve működik a középiskolai oktatásban hazánkban. Erdei Gábor véleménye szerint a rendszer jó, a további pozitív eredmények érdekében az intézményeken túl a munkaerőpiac és a gazdasági szereplők tehetnek. Autópálya építés és a munkanélküliség megszüntetése. Ezekkel a feladatokkal kellene elsődlegesen foglalkozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, véli Lővei Csaba. Az Együtt Nyíregyházi elnöke szerint a bejelentett több milliárdos beruházásokra, például Legolandre nincs szükség sem Nyíregyházán, sem más Szabolcs megyei városban. Szerinte másra kellene fókuszálni.
Itt a közlekedési infrastruktúrával problémák vannak, tehát a vasútrekonstrukció nem ért el a megyébe, az autópályáink, hozzákapcsolódó utak nem érték el az országhatárt, látszik, hogy Mátészalka környékén a román határ felé milyen forgalmi problémák vannak, látszik, hogy milyen állapotban vannak az államosított iskolák, látszik, hogy bár történtek felújítások, de a humánszféra, a megfizetett kellő létszámú egészségügyi személyzet hiányzik a kórházainkból. Újabb cigaretta fogás Barabásnál. A határrendészeti kirendeltség járőrei kedden egy Tiszaadony és Barabás közötti legelőn 6 mesterláda zárjegyes cigarettát találtak. A helyszín közelében elfogták a csempészettel összefüggésbe hozható 21 éves ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfit, akit a megtalált 3000 doboz közel 4 millió forint értékű jövedéki termékkel együtt átadtak az illetékes NAV munkatársainak. Irodalmi estet tartottak Mátészalkán az 1956 Szatmárban című rendezvénysorozat keretében. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Magabiztosan jutott be az országos döntőbe a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia junior csapata. Az együttes a második helyen áll a tabellán, így biztos résztvevője a finálénak, amelynek helyszínéről a jövő héten dönt a szövetség. Rendhagyó sportrendezvénynek adott otthont a Gyulaházi Sportcsarnok, ahol épp és sérült fiatalokból összeállított vegyes csapatok mérték össze tudásukat. A rendezvényen 7 intézmény diákjai vetélkedtek a különböző versenyszámokban, valamint sportág választót is tartottak. Irodalmi estet tartottak Mátészalkán az 1956 Szatmárban című rendezvénysorozat keretében. A legendás lábnyomokban elnevezésű estet a Szatmári Szellemiség háza szervezte. A találkozó célja a történelmi események felidézése, ismeretátadás annak érdekében, hogy az 1956-os forradalom emlékei ne vesszenek feledésbe. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idéző ének és zeneszóval, versekkel kezdődött a legendás lábnyomokban elnevezésű irodalmi est Mátészalkán. A rendezvényen Kovács Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a 6 évtizeddel ezelőtti történéseket és hősöket. A politikus szerint egy-egy ilyen est találkozó célja többek között a közös emlékezés. Emlékezés azokra a hősökre, arra a pillanatra, amikor egy társadalom egyszerre dobbantotta meg a szívét, hiányzott neki valamit, amit én úgy hívok, hogy identitás, nemzeti identitás. Ez egy nagyon bonyolult, egyszer egy testi, hogyan állunk ki mi magyarok, egy szellemi, hogy hogyan tudjuk magunkat ebbe a társadalmi közegbe elképzelni, és egy lelki állapot, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz, akár a hiten keresztül, akár a segítésen keresztül. Azt gondolom, hogy a magyar társadalom identitásában egy nemzeti alapú társadalom, és ezt az identitást egy művileg megszervezett kommunisták által irányított állampárt akarta irányítani. A társadalmi egység is megmutatkozott 1956-ban, mondta az est szervezője, aki a mátészalkai diákokhoz is szólt. Amikor otthon beszélgettek 1956-ról, a könyvekben olvassátok 1956-ot, akkor azt tudjátok, hogy 1956 eseménye a magyar történelem része, és ritkán adódik meg egy nemzetnek, de a magyar nemzetnek sajnos, hál' Istennek többször megadatott, hogy a nemzeti esemény világpolitikai eseményt is elindított. Legyetek erre büszke, és akár baráti társaságban, akár később családatokban ez az esemény megemlítése kerül, akkor egy kérésem van, nézzetek utána, és adjátok tovább. A mátészalkai irodalmi esten elhangzott az 1956 Szatmárban című rendezvénysorozatban eddig többek között történelmi vetélkedőt szerveztek diákoknak, és 56-os szabadságharcos is tartott előadást az érdeklődőknek. Magabiztosan jutott be az országos döntőbe a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia junior csapata. Pető Ágos együttese 2 fordulóval a felsőházi rájátszás zárása előtt a második helyen áll a tabellán, így biztos résztvevője a finálénak, amelynek helyszínéről a jövő héten dönt a szövetség.
A nyíregyházi fiúkosarasoknál a juniorok szerepeltek a legeredményesebben az elmúlt évtizedben, több alkalommal is bejutottak az országos döntőbe a korosztály képviselői. 2011-ben aranyéremmel, két évvel később pedig bronzéremmel zárták a finálét a 18 éves fiatalok. A jelenlegi szezont a kiemelt alapszakaszban kezdte a Pető Ákos által irányított együttes, amely 14 meccset követően a legtöbb győzelemmel lépett tovább. A felsőházi rájátszásban eddig 8 győzelem és 4 vereség a csapat mérlege, amellyel a második helyen állnak a tabellán Fazekas Csabáék. Mivel az első 6 gárda egyenes ágon jut az országos döntőbe, a nyíregyháziak már készülhetnek a fináléra. Az edző szerint az eredményes szereplés zálog az, hogy több játékos is képes kiemelkedő teljesítményre. Nagyon fontos szerintem a kosárlabdában, hogy legyenek egyéniségek is, ne csak szűk eminenciások. Nagyon jól megtaláltak egymással a hangot, és minden meccsen van, új vezér tud előlépni. Volt már, hogy Vaskó György hozott meccset, Fazekas Csabi, Mokánszki Máté, de tényleg volt például múltkor Fejvárosban Sitku Márton volt, aki húzó ember volt. Tehát nagyon jól egymás között is el tudják osztani a feladatokat. Az ellenfelekkel szemben az is előnyt jelent, hogy a játékosok közül többen is tagjai a felnőtt csapat keretének, sőt rendszeresen pályára is lépnek az NB1B-ben. Nyilván találtanak egy kicsit, hogy ezért többen is ott vagyunk a felnőttben. Hát nagyobb rutin tudunk szerezni ezzel, jobb meccseken tudunk ott lenni, akár ha játszunk, akár nem, ott tudunk ülni a kispadon, együtt tudunk élni a játékkal. Én úgy gondolom, hogy ez hatalmas fölény, vagy nem fölény, hanem előnynek tudnám mondani. Vaskó György tavaly kulcsembere volt a kadettbajnokságban ezüstérmet szerző csapatnak. Az irányító egy korosztálya feljebb is szeretne dobogóra állni. Nagyon elégedett vagyok a csapattal. A szezon elején volt Fazekas Csabinak egy sérülése. Azt gondolom, hogy azt is nagyon jó, mert 7 győzelemmel Csabi nélkül is nagyon jól haladtunk. És igazából hamar elértük a döntőbe jutást, így ez volt a cél. Most már a döntőben mindent meg kell tenni, hogy minél jobb helyezést érjünk el. A nyíregyháziakra még 2 meccs vár a felsőházi rájátszásban, vasárnap a Sopront fogadják, egy héttel később pedig Pécsre utaznak Pető Ákos tanítványai. A döntő rendezésére a hétvégéig lehet pályázni, a helyszínről a jövő héten dönt a szövetség. Rendhagyó sportrendezvénynek adott otthont a gyulaházi sportcsarnok, ahol épp és sérült fiatalokból összeállított vegyes csapatok mérték összetudásukat. A rendezvényen 7 intézmény diákjai vetélkedtek a különböző versenyszámokban, valamint sportág választót is tartottak. Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már jelentős múltra tekintenek vissza az olyan sportrendezvények, amelyeken épp és mozgásukban korlátozottak, illetve értelmi fogyatékossággal élő fiatalok közösen vesznek részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly Gyulaházán rendezték az első ilyen vetélkedőt a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében. Szerdán ismét a település sportcsarnok adott otthont az integrációt is segítő sportversenynek és sportágválasztónak, amelyet ezúttal a megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége rendezett. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a kis mai délutánunk hát emlékezetes maradna, és az épek számára is, és a mi sérült tanulóink is gazdagodnának érzelmileg, és feltöltődnének, hiszen ez egy olyan rendezvény, amiben még ők nem vettek részt. És kapnak egy menetlevelet, ahol 5 sportágban kell majd kis pecséteket fognak kapni, tehát ott részt kell venni egy-egy iskolából 3-3 fő, és a végén majd összesítjük, hogy melyik iskola az, ahol akik hát a legtöbb érzékenységi próbában szerepeltek. A szervezők igyekeztek a rendezvényen résztvevő fiatalok felkészültségéhez megfelelő gyakorlatokat összeállítani. A sérült és egészséges gyerekek tudnak együtt versenyezni. Én szerintem az egyik legnagyobb élmény lesz, amikor a vakfocit fogják játszani, és utána ezt tényleg kipróbálhatják a gyerekek. Nagyon jó nevelési célnak tartom azt, vagy ezt lehetőségnek, hogy bemutathatják itt a gyerekek ezt a sportágat. Ezen kívül természetesen megmutathatják azt, hogy kerekesszékből hogyan lehet szalonmenetet követően kosárra dobni, de lesz a darts verseny, lesz a bocsa, ezt külön termekben fogjuk csinálni. Ezek mind-mind jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy egészséges és sérült gyerekek együtt versenyezhessenek. Bár a különböző versenyszámoknak voltak győztesei, ez volt az a rendezvény, amelyen tényleg nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Ez év júniusától várható Ukrajna vízummentessége. Erről az ungvári főkonzul nyilatkozott szerkesztőségünknek. Azt viszont kevesen tudják, hogy csak azok élhetnek majd ezzel a lehetőséggel, akiknek új biometrikus útlevelük van. Egyébként növekszik a vízumot igénylők száma az ungvári főkonzulátuson, míg 2015-ben mintegy 50 000, addig tavaly már 52 000 ilyen okmányt adtak ki.
Felmentették a hivatali vesztegetés büntette alól Újfehértó korábbi polgármesterét. Az ügyet kedden és ma is tárgyalta a nyíregyházi törvényszék. A vád szerint Tóth András abban állapodott meg egy helyi KFT ügyvezetőjével, hogy amennyiben a polgármester családi házánál ingyen végezel különböző munkálatokat, akkor az ő cége nyer meg két pályázatot. Jelentősen növekedett a hiányszakmákban tanuló diákok száma, ez főleg az ösztöndíjrendszernek köszönhető, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság ülésén. A diákok tanulmányi átlag alapján akár 30 000 forintot is kaphatnak havonta. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel csütörtök este is jelentkezünk, híreinket megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence északi részén hullámzó hidegfront felhőzete benyúlik térségünk fölé, több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Az éjjel többször megnövekszik a felhőzet, így zápor is valószínű, a változó irányú szél helyenként megélénkül, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször megnövekszik a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, zápor is lehet, a déli szél gyenge marad, a hőmérséklet pedig 18 fokig emelkedik, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken még enyhe marad az idő, a hétvégén viszont változékonyabbra fordul időjárásunk, egyre több lesz felettünk a felhő, vasárnap egy hazánk felett átvonuló hidegfront hatására kiadósabb esőre, záporokra és jelentős lehűlésre számíthatunk. Vasárnap és a jövő hét elején a mainál 10 fokkal alacsonyabb lesz a csúcs hőmérséklet, és hajnalban fagypont alatti hőmérséklet is előfordulhat. A jövő hét közepén átmenetileg ismét enyhül az idő, de a hét második felében újabb hidegfront éri el térségünk.